érintődött meg ebben a válságban. És akkor elemezzük ezt a helyzetet, és szembenézünk vele, hogy ez volt a mi bajunk, akkor egy pillanatra, de tényleg csak egy pillanatra nézzük meg, hogy egyébként miért következett be ez a válság a világban, és erre nem szánnék sok időt, mert már sokan nálam sokkal jobban elemezték ezt. Csak azt szeretném elmondani, hogy a kapitalizmus, vagy a piacgazdaság, az valójában egy rendszer, egy dinamikus egyensúly, amely a mohóság és a félelem közötti egyensúlyon alapszik. Az egyensúlyon, hogy a profit megszerzése, a haszon iránti mohóság és a befektetés elvesztésétől való félelem között kell valamilyen egyensúlynak vezetni a döntéshozók kezét, és amikor jól működik, akkor ez az inga, ami a mohóság és a félelem között ingadozik, az valahol középtájon mozog, nem túl nagy amplitúdó, és azt jelenti, hogy hát azért alapvetően egyensúly van a két szempont között. Na most azt gondolom, hogy a világban az elmúlt 20 évben nagyon nagy mértékben elengedt ez az inga először a mohóság irányába. Megszűnt a félelemérzet, csak hogy értsék, hogy miről beszélek. Amikor az Amerikai Egyesült Államokban lakáshiteleket úgy adtak, hogy a lakás értékének 105%-ának megfelelő hitelt helyeztek ki, akkor az már nem nagyon racionális. Mikor olyan embereknek adtak hitelt, akinek semmilyen jövedelem igazolása nem volt, hogy ő honnan fogja ezt visszafizetni, akkor az nyilvánvalóan azt jelezte, hogy az őrült verseny, az ügynökhálózatok, a mohóság, a profithajsza, az odáig vitte el ezeket a cégeket, és persze a szabályozás hibái, hogy a félelem már nem tette racionalissá a működésüket. Na, amikor ez a válság bekövetkezett, akkor viszont az inga szükségszerűen az ellenkező végére lengett ki. A bankok leálltak a hitelezéssel, a pénz elapadt a világban, a veszteségek miatt mindenki sokkal óvatosabb lett, ez lefogta a reálgazdaságot, amely szintén túlpörgött, és erről következett be egy pénzügyi válság után egy reálgazdasági válság az egész világban. Erre még visszatérek az előadás vége felé. Most engedjék meg, hogy visszatérjek Magyarországhoz, mert igazából a mai előadásnak ez a fő témája. Szóval, amikor minket elért ez a egyébként mindenki más is elérő válság, akkor ez szembe találkozott azokkal a problémákkal, amikről beszéltünk, és ami miatt Magyarországot nagyon régóta kritizálták, bírálták földről, meg belföldről is azok a közgazdasági elemzők, akik hát többek közt ezen az egyetemen is gyakran megfordulnak és tanítanak. Hiszen látszottak ezek a szerkezeti problémák, csak ez a bizonyos politikai rossz kompromisszum akadályozta ezeknek a megoldását. Csak két példát hagyd mutass meg arra, hogy mi történt Magyarországon a válságot megelőzően, ami miatt az országban nem volt bizalom. A háztartások hitelállománya 2002-től 2008 végéig 10%-ról a GDP 35%-ára fölé, tehát 3,5-szerelésére nőtt 6 év alatt az eladósodása a lakosságnak. Ráadásul ennek a döntő többsége devizában. Devizában azért, mert a magyar gazdaság meglévő problémái miatt nagyon magas volt az infláció, magas volt a kockázat, ezért magasak voltak a forint kamatok. Magasak a forint kamatok, akkor ha valaki mégis ezek ennek ellenére szeretett volna Magyarországon lakást építeni, és a bankok erre hajlandóak voltak finanszírozást adni, nyilvánvalóan devizában adósodott el, hiszen a kamat különbségen óriásit nyert. Hát a svájci, mert az eladósodás döntő többsége nem is euróban, hanem svájci frankban történt, szóval a svájci gazdaság kockázatára fölvenni hitelt Magyarországon, az nem biztos, hogy racionális dolog, vagy legalábbis óriási kockázatot lent Magyarország számára. Hiszen azt a kamatot a svájci gazdaság kockázatához igazították, és nem a magyaréhoz. Ezért amikor Magyarország kockázata nyilvánvalóvá vált, akkor ez az óriási lakossági hitelállomány, ez olyan tényezőként jelent meg a befektetők szemében, hogy amennyiben a forint árfolyama gyengül, akkor egyre több lesz a bebukó lakossági hitel. Ha bebuknak a lakossági hitelek, akkor a bankok portfóliója tönkre megy. Ha tönkre megy a banki portfólió, akkor a bankok bebuknak vagy konszolidációra szorulnak. Tehát mindenképpen a gazdaság egy súlyos szétesési válságba kerülhet.
tartós, hosszú távú leszakadásba, ami Magyarország növekedését megállítja, visszafordítja tartósan, és ebből következően az ország kockázata is óriási vált a befektetők szemében tavaly októberben. Volt ebben számos nem racionális, vagy eltúlzott, vagy már nem aktuális elem is. De itt jön be a bizalom kérdése, és azt látjuk, hogy a bizalom a gazdaságban is olyan, mint a levegő, amíg van, észre se vesszük, ha elfogy, akkor mindenki fuldokolni kell. És a magyar gazdaság elkezdett fuldokolni. Hadd mutassak még egy ábrát a kockázatokra vonatkozóan. Magyarország államadóssága viszonylag magasnak számított. Az Európai Unió átlagában 2009-es adatot szedtem ki, ha még visszamennénk korábban, akkor az Európai Unió átlag még jóval lejjebb van. Ugye a Maastrichti kritérium az 60%-a az államadóságnak a GDP-hez, az, amit az eurozónál feltételeként elfogadnak, mint maximum. Magyarország 70% fölött volt már a válság kitörésekor is, ezért Magyarország államadóssága kifejezetten magasnak számított az Európai Unióban. Na, ez a probléma most megoldódik, mert előjelzések szerint 2 év múlva az Európai Unió átlagos államadóssága 100% lesz. Ehhez képest mi nagyon jók leszünk, mert a mostani folyamatok alapján jövő elején visszafordulunk, és egy csökkenő trendbe kerülünk, erről még beszélek. De a bizalom az eléggé kicsi volt, amikor azt látták, hogy Magyarország magas államadóssággal, ezen belül nagyon magas devizaadóssággal, magas lakossági adóssággal rendelkezik, és még egy nagy probléma történt. És itt térünk vissza a bevezetőben mondottakhoz. A magas államadóság nem lenne probléma, ha Magyarország magas növekedéssel, kilátásokkal rendelkezne. Hiszen azt mondják, nem baj, majd kinőjük az adósságot és visszafizetjük. Csak hogy amiatt a rossz politikai kompromisszum miatt az adók folyamatos emelésével és újraelosztásával Magyarországon lefolytották a növekedést, ezért az elemzők azt számolgatták, hogy ha Magyarországon nincs változás, akkor a növekedés lelassul, már le is lassult, ugye ezt potenciális növekedésben mérik. Tehát nem a pillanat ténylegesben, hanem hogy mire képes a munka és a tőke tényezők és egyéb faktorok alapján egy gazdaság nőni. Ha ez a képesség alacsony, tartósan, hosszú távon, akkor előrevetítve látszik, hogy nem lesz képes kitermelni az adósságát, a kockázata nagy, ha nagy a kockázata, akkor még magasabb kamatot kell fizetni, és bekerülhet abba a csapdába egy gazdaság, mint amiben az ECI uzsora hitel felvevő, hogy egy idő után már az újabb kamatok fizetésére kell felvennie újabb hitelt, szó sincs arról, hogy tör lesz a régit. Ez volt az a kockázat, amit Izland bukása után Magyarországnak is tulajdonítottak, ezzel kellett szembenéznünk. Na, itt jött be az a komparatív előny, amiről az elején beszéltem, hogy Magyarország másoknál tapasztaltabb a válságkelésben, ezért hát az első lépés, amit megtettünk, egy fotót hoztam erről, az az, hogy elmentünk a válság kitörésének, minket elérésének másnapján az IMF-hez és az Európai Bizottsághoz, és hát mondjuk rutinon sok válságot át országként tudtuk, hogy itt nagyon nagy a baj, és nagyon gyorsan kell valamit lépni, és ezért kértünk tőlük hitelt, hiszen az IMF-et erre találták ki. És persze rendeztünk egy gazdasági csúcsot, ahol ott készült, hogy tudatosítsuk a magyar gazdaság szereplőiben, hogy itt nagy baj van, és hogy a reál gazdaságban is nagy baj lesz, és hogy tudatos válságkezelő politikára van szükség, ez tavaly október végén történt. Amikor az IMF-hez fordultunk, akkor sokan azt mondták, hogy Magyarország, főleg belföldön politikai célta mondták persze, hogy Magyarország a szégyenpadra, a nemzetközi szégyenpadra ült, hogy az IMF-hez kellett fordulnia. Hát azóta ez a szégyenpad úgy tele, hogy már nem találunk rajta helyet. Én azt gondolom, inkább arról van szó, hogy Magyarország a bajban elkezdte félrerántani a kormányt, mikor érezte, hogy közeled a szakadék széléhez. És megtette az első nagyon fontos lépést, azt az iszonyatos bizalmi vákumot, ami a világban kialakult, egy módon lehetett ellensúlyozni, ha bemutatjuk, hogy egy óriási tartalékunk van, ha egy mindent elsőprő erő jön velünk szembe, akkor egy mindent megállító akadályt kell vele szembe állítani, ahogy a klasszikus görög dilemmában van. És ez volt az a bizonyos 20 milliárd eurónyi IMF Európai Bizottság hitel keret, lehívható keret, ami azt mutatta, hogy Magyarországnak van elég tartaléka a válság és a devizakockázatok kezelésére.